Idén szeptember 9-e és 11-e között rendezik meg a halasi születinapokat Kiskunhalason. Nagyapát Ivett főszervezőt a programokról kérdeztük. A háromnapos halasi születinapokat minden alkalommal pénteken egy születi kocogással nyitjuk, és egy futóversennyel egymás után lesz egy amatőr és egy profi futás itt Kiskunhalason. Az összes iskola, intézmények egyenpólóban szoktak ezen részt venni. Már aznap vannak a nagy színpadon is fellépők, illetve a borodvari kis színpadon, a nagy színpadon a nagy fellépőnk Denise lesz, utána pedig egy DJ mixel fogunk kedveskedni a résztvevőknek. A borodvari színpadunkon a Szilajci zenekar, Tázári Rozmaring, Asszony Kórus, a Kéméndi Bokrét, a Néptánc Együttes, és este itt is egy buliba csapunk át a T-Band Együttessel. Szombaton már délelőtt kezdődnek a programok, a kistérségi települések hoznak a színpadra produkciókat. Délután egy menettel, hagyományos menettel folytatjuk a programokat, egy órakor indul a nagy menet, az egész városon keresztül végül a főtérre érkezik, lovasok, kocsisok, néptánc együttesek, helyi egyesületek mutatkoznak be, illetve az iskolák, és a folt délután, tehát az ő fellépéseik után lesznek a nagy fellépők, Szabó Ádám 6:30 jön színpadra, 3:48 a Margaret Island, és a Rózsa Magdi este 10 órakor fog színpadra lépni, melyet egy utcabál fog zárni a Welcome Band-del. Ez alatt is van borodvari fellépés, a rumba gitárnával, illetve a Five Numbunt fog koncertezni ez idő alatt. Idén először a nagyon fiatalokat is megszólítjuk, és egy DJ-sátrunk is lesz, a Sóstó Beach Stage elnevezésű sátor, ahol DJ-k fognak fellépni. Vasárnap az iskolák mutatkoznak be, délelőtt itt a gyerekműsorok lesznek, délután szokott lenni szintén egy menet, a technikai menet, ahol inkább a mezőgazdasággal összefüggésben lévő eszközök, illetve traktorok, motorok fognak felvonulni. Lesz egy divat bemutató, és 5 órakor Dérhenivel zárjuk a programjainkat. Nagyapát Ivettet hallották.